Új kiállításnak ad otthont a Székesfehérvári Alumíniumipari Múzeum. Az 5. bányászati és kohászati kiállítóhelyek és gyűjtemények konferenciájának részeként megvalósuló geológiai témájú tárlat mostantól állandó kiállításként látogatható. Lerner Zsolt alpolgármester megnyitó beszédében úgy fogalmazott, hogy az Alumíniumipari Múzeum nem csak Magyarországon, hanem Európa szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír. Ez egy ipartörténeti kiállítással is, valamint egy ásvány kiállítással is bővülni fog. Tervek szerint a jövőben az alumínium és a köfém története mellett majd megjelenik a Videoton és az Icarus története is az épületben. A második országos ipari örökségvédelmi konferenciát is magában foglaló rendezvényen Mennyászki Miklós, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Történeti és Múzeumi Bizottságának elnöke elárulta, hogy 53 bányászati és 15 kohászati kiállítóhely van az országban, a Székesfehérvári Múzeum pedig egy olyan tapiasztallal is büszkélkedhet, ahol az érdeklődők, kiváltképp a gyerekek, testközelből ismerkedhetnek meg az alumínium és ásványipari gyűjtemények néhány darabjával. Alumíniumipari Múzeum rengeteg programot szervez iskoláknak, gyerekeknek, és a kiállításnak ez része, hogy a gyerekek megfogdoshatják, megtapogathatják a különféle ásványokat. Szerintem ez a legjobb, a legérdekesebb az egészben. A köszöntőbeszédek és az új tárlat megnyitása után konferencia sorozat kezdődött, ahol a jelenlévő szakemberek megoszthatták egymással tapasztalataikat, egyebek mellett pályázati, oktatási, módszertani és a nemzetközi szintéren tapasztalt trendekkel kapcsolatban. Remélem mindegyik megfelelő módon hasznos lesz, itt szó lesz képzésekről, szó lesz tapasztalatokról, tehát gyakorlatilag minden területről, ezeknek a múzeumoknak vagy ezekkel az ipari örökséget kezelő magánszemélyeknek, szervezeteknek hasznos lehet. Az újonnan nyílt geológiai kiállítás tehát folyamatosan várja azokat az érdeklődőket és iskolás csoportokat, akik egy kicsit közelebbről szeretnének megismerkedni az országos és nemzetközi alumíniumgyártás történetével.